nagyszerű Bajor Gizi egykori villájában berendezett Bajor Gizi Múzeumban jártunk, egy kincs után kutatva. Bajor Gizi és férje Germán Tibor nagyértékű kincset rejtettek el valahol a villa területén. Kaptam egy viszonylag váratlan telefonhívást egy neves magyar szálloda hálózat egyik kihelyezett valamiéből, hogy mondták, Bajor Gizi unokaöccse szeretné meglátogatni a villát. Kiderült, hogy ő Bajor férjének, a testvérének a fia gyerekkorának pár évét itt töltötte a villába. Elmondta, hogy hol volt a cselédszállás, hogy ő hol aludt az édesanyjával, hogy Bajor Giziről mi volt a véleménye. Például Bajor Gizi mindig a prompt nő volt, aki a klasszikus még boltba sem megyek le smink nélkül. És akkor jött a csattanó, amikor megkérdezte, hogy mik a villa tulajdon viszonyai, mert hogy ő az édesanyjától megörökölt egy térképet, ami megmutatja, hogy hol van a kincs. Volt egy gondnok, aki Gobi Hilda idejében került ide, és Gobi Hilda is ráhagyományozott egy ilyen történetet, hogy az egyik kiállított bajor tárgyba megtalálták egykor az aranyat, de az ide és ide került. A városi legendákban pont az a jó, hogy soha nem fog kiderülni, hogy mennyi belőle a komoly, és mennyi belőle a nem komoly. Mi azért ennek mégiscsak szerettünk volna utána járni, ezért a kapott név alapján megkerestük az Amerikában élő Germán Károlyt. Kincs dolog ez. Hát, és ezt ők így megmondták, hogy én egy térképpel ott jártam. It's a kind of secret. Gizusnak és a férjének volt egy furcsa élete, nem tudom mennyire ismeri. Hát ez lehet egy igazi érték, lehet valami szimbolik. Hát akkor én azt magamnak szeretnék. Nem foglalkoznék ezzel, hogyha ez egy ilyen pletyka lenne. Elhalasztottam ezt a dolgot Magyarországon. De nem mondtam le róla, vannak lépések. Én nem szeretnék erről beszélni senkivel. Mi máshogy próbálkoztunk. Anna említette, hogy a gondnak esetleg tud valamit erről a kincsről. Nincs most itthon. Én a felesége vagyok, ahhoz tartozik, aki a múltkor itt volt, és egy ilyen térképen nézelődött. Szerintem ezt csak személyesen tudjuk megbeszélni. Bajor Gizi Múzeum gondnokának feleségével beszélgettünk, akiről kiderült, hogy pont itt volt, amikor Germán unokaöccse itt volt a kincs után kutatva. Térkép volt a kezében, és azon képzelj el, hogy láttam, hogy mindenféle be van jelölve, és akkor kérdezte, hogy de pontosan a kertnek a melyik része az, hogy mutassam meg neki a térképen, hogy hova esik. És akkor nem értettem már ezt az egészet, csak azt láttam, hogy egy ilyen piros jelzés van ezen a térképen. Mert ő ugye úgy fogta ezt a térképet, hogy nekem én fordítva láttam, és akkor ott a társával valamit magyaráztak, de egyébként én azért azt pontosan tudom, én nagyon ismerem ezt a kertet, úgyhogy tulajdonképpen egy pillanat alatt megismerem, hogyha csak rá pillantok egy ilyen dologra, én 20 éve itt lakom, sőt, dehogy 20 éve... Hogyha van itt egy ásó, a férjének van egy ásója? Nem. Én nem gondolom, hogy ez lehetne. Hát csak nem tudom, hát attól függ, hogy maga kicsoda. Lehet, hogy lesz itt valami, és nem is kell olyan mélyre ásni. Na jól van. Oh!